Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, folytatjuk Szent Pál apostolnak a második tesszaloniki levelével, az írásaival való ismerkedést. Mert hogyha még emlékszünk rá, csak annyit, hogy múlt alkalommal az első tesszaloniki levelet vettük, ami úgy keletkezett, hogy amikor ő átjött Európába, Filippiből kiűzték őket, elment Tesszalonikaiba, de ott se lehetett sokáig maradása, hanem onnét is mennie kellett, visszaküldte Timóteust, hogy mi a helyzet, és akkor az visszajött, és kedvező híreket hozott, és azokat a kérdéseket, amiket nem tudott kellőképpen megválaszolni, nevezetesen őket nagyon érdekelte a világ vége, a halottaknak a sorsa, ugye Krisztus közeli eljövetele miatt ezekre válaszolt. Csak hogy az első tesszaloniki levél sem volt még teljes, mert még ott is voltak nagy félreértések benne, hogy most hogy is van ez, hogy egyesek azt olvasták, hogy tényleg úgy van, mindjárt itt a világ vége, és akkor ugye nem dolgoznak. Valaki meg hát mindenféle eretnekséggel foglalkozik is. Kénytelen volt Szent Pál apostol megírni a második tesszaloniki levelet. Ugye mi egy olyan korban élünk, amikor mindent megkérdőjeleznek. Ami magától értetődő volt, évszázadok, hogy ne mondjam, évezredeken át, oda is tesznek mostanság egy kérdőjelet. Hát így van a második tesszaloniki levéllel is, hogy ezzel nem volt egészen az utolsó időkig probléma, de azt mondták egyes ilyen szentírás kutatók, ez talán már nem is Szent Páltól van, mert a stílusa nem egészen olyan, mint a másiké, meg olyan szavak vannak benne, amit egyébként mások nem használ, és hát ilyen módon kérdőjelezték meg Szent Pál apostolnak az eredetiségét. De azt nem vonták kétségbe, hogy nem származhat olyan embertől, aki közvetlen tanítványa volt, sőt, még úgy ott van, hogy én Pál saját kezemmel írom alá, mert akkor nem azt értették plagizáláson, amit ma. Ugye ebből még volt olyan államelnökünk is, hogy baja származott szegénynek, hogy hát ő kivett onnét írásokat, és a maga nevét írt alá. Holott azt is szokták mondani, hogyha valaki lefordít egy anyagot, akkor az már egy önálló műalkotás is, mert azt mindenki tudja, hogy nem tudja a műfordítás úgy visszaadni, mint az eredeti. Na most, hát akkoriban az auktoritászon azt is értették, hogy valaki a szerzője egy dolognak, és valakinek a tekintélyével írták. Ezt a hasonlatot már én is többször elmondtam, hogy hát a püspöki hivatalba számtalan levél érkezik, amire válaszolni kell. Ha ezt mind én magam, akár még csak számítógéppel is írogatnám, hát sose lenne vége. Hanem megkérem ott a társakat, kollégákat, hogy ez meg ez meg ez legyen benne. Benne van, megnézem, és akkor látom, hogy ez, és akkor aláírom. Még akkor esetleg kijavítom, még ez kimaradt, vagy tegyük hozzá. Nagyon nagy fontosságú levélnek kell lenni, hogy én a személyesen diktáljam. Egyszerűen képtelenség. Tehát a gondolatai az embernek benne vannak. Na most, hát így lehetett Szent Pálnak a második tesszaloniki levelével is, hogy valaki ott segített neki, annál is inkább, mert erről már szó volt, hogy Szent Pál apostol több esetben diktálta a levelet. Ő maga nyilván tudott írni, olvasni is, de diktálta, hol ennek, hol annak, Timóteusnak, vagy más valakinek. És hát ugye ezt mi most már kinyilatkoztatott írásnak vesszük, mert az egyház elfogadta, akkor pedig, hogyha a szerzőségben van is egy ilyen bizonytalanság szó szerintiséget érintve, akkor is Szent Pál apostolénak vesszük. Most ez a levél, mivel a végidőkkel foglalkozik, ezért hát ugye a apokaliptikus stílusnak megfelelően ír. Arról szó volt, hogy az apokalipszis a jelenések könyvének az
elnevezése. Arra még úgy emlékszik mindannyian, hogy abban ilyen nagyon kemény, világvégét érintő jövendőlések vannak. Hát itt is ilyen van, hogy nektek zaklatottaknak pedig velünk együtt megnyugvást adjon a mirunk Jézus, ha eljön hatalmas angyalseregével a mennyből, slobogó tűzzel, megbünteti azokat, akik Istent nem ismernek, és Uruk Jézus evangéliumának nem engedelmeskednek. Egyébként ebből a világvég hangulatot megjelenítő írásokból született a középkornak az a híres ének, amit főként gyászmiséken szoktunk énekelni, a Celanói Tamásnak a Dies Irae, hogy ama végső haragnapja, mely a világot tűznek adja, ugye? Tehát miután itt a világ végről van szó, egyrészt tehát van egy ilyen apokaliptikus stílusa, és ugyanakkor hidat képez a jelenések könyvével, mert abban aztán a harsonáktól kezdve a halállovasáig, a kiöntött csőszékig, amelyek hát pusztulást hoznak a világra, minden megtalálható, és éppen ezért nagyon nehéz is azt a könyvet magyarázni, mert tele van jelképiséggel. És ugyanakkor kétszer is utal itt a hagyományokra, hogy a második fejezetbe, 15-ös versébe, harmadik fejezet, 6-os versébe, és hogy őrizzük meg a hagyományokat. Most ez a hagyomány elkülönödik attól, amit sokszor emberi hagyománynak mondunk. A Kolosszai levél, amire majd sor kerítünk, az is hát Szent Pál apostolnak a levele, az meg ott épp azt kritizálja, hogy nagyon sokan ilyen emberi hagyományokhoz ragaszkodnak, a kancsók megmosásához, meg ilyen rituális törvényekhez, akkoriban nem a mondjuk a egészségügyi célokat szolgálta a mosakodás, hanem ilyen rituális dolog volt, és mondja is Szent Pál, hogy nagyon sokan ilyen, mondhatni már babonaságot súroló emberi hagyományokat őriznek. De itt nem erről a hagyományról van szó, hanem arról, amit mi a kinyilatkoztatás egyik forrásának tartunk. Tehát, hogy ezt mondja a tridenti zsinat is, és valamiképpen még a második vatikáni zsinat is, hogy a Szentírás, a kinyilatkoztatott igazság bele van ágyazva abba a hagyományba, amit az egyház őriz és továbbad. Tehát itt a hagyományok említése az nem más, mint az egyház kinyilatkoztatott igazságai hagyománya, hogy azt adjuk tovább. Tehát ez ékes bizonyítéka annak, hogy nem elég a szóla szkriptúra, egyedül a Szentírás, hát már csak azért sem, mert például az új szövetségi Szentírás, mire végképp összeállt az összes könyvével, akkora már jó sok idő eltelt, és az első keresztény nemzedék nem tudta így kezébe tartani a új szövetségi Szentírást. Legfeljebb egy levelet, egy evangéliumot, aztán később egy 200 év múlva lehetett azt mondani, hogy na összeállt az új szövetségnek az imitamot föllelhető írásaiból az új testamentum. Tehát ugye itt erről van szó, amikor itt a hagyományt említi. És a világvég hangulatot nem csak azért érezték az emberek, mert Jézus is mondott olyat, hogy nem tudjátok si a napot, si az órát. Egyébként ez nagyon is jó. Szemjáj Szabó Péternél olvastam az Isten verseiben, van neki egy ilyen versorozata, hogy mintha Isten mondana nekünk verseket. És azt mondja, hogy legnagyobb ajándék az ember számára az Isten részéről, hogy nem tudja, hogy mit hoz a holnap. És ebben nagy igazság van. Mert gondoljuk meg, hogyha az ember tudna azt, hogy holnap szívinfarktust kap, aláesik az autónak, ráesik a cserép a tetőről, stb. Tehát akkor már most reszketne. Tehát hogy ezt tudná, hogy mi éri, vagy egy hét múlva kiderül, hogy rákos daganata van, már akkor ez egy hetesé volna neki nyugodt. Tehát itt a jövőt illetően
ez is egy bizonytalansági tényező, azt mondja Jézus, hogy nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Viszont erre még rájött az, hogy elkezdődtek a keresztény üldözések. Amit meg is jövendölt Jézus, hogy miattam királyok és császárok elé állítanak a zsinagógákban, megostoroznak, aki követni akar engem, az üdvözül, és annak el kell viselnie. Misztérium, titok ez számunkra, de hát látjuk, hogy ez a szörnyű terrorista dzsihád állam, hogy üldözi a mai napság is a keresztényeket. Hogy lehet, hogy a világ egyik pontján megszűnik a keresztény üldözés, de a másikon van, Albániából jött Szentatya a napokban, hát az volt a világ első hivatalos ateista állama, hogy azért, hogy valaki megkeresztelt egy gyereket, minimum börtönt kapott. Szóval szörnyű üldözések voltak mikor? A mi életünkben, ezelőtt, 30-40 évvel ezelőtt. Tehát, hogy ezek vannak. És már ez is egy ilyen világvég hangulatot is kiváltott az emberekből, és hát ugyanakkor őket ezzel háladásra is, és egy ilyen üdvös félelemre indította, hogy ez legyen meg bennük, és mondja, hogy ne nyugtalankodjatok, és akkor hangzik el a közmondás, hogy hiszen nem éltünk tétlenül köztetek, senki kenyerét ingyen nem ettük, hanem keserves fáradtsággal, éjjel-nappal megdolgoztunk érte, hogy senkinek ne legyünk terhére. És akkor itt van az, hogy meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Itt fontos az akar szó. Mert hát vannak magatehetetlen emberek, vannak megöregedett emberek, vannak beteg emberek, akik nem tudnak dolgozni, és hát nyilván, hogy a közösségnek ezeket segíteni és el kell tartani, hanem olyanokra vonatkozik, akik dolgozhatnának, de nem akarnak, ugye? Tehát aki nem akar dolgozni, tudjuk azt, hogy van munkanélküliség a mi országunkban is, és hát mindenféle közmunkaprogramokkal próbálnak rajta enyhíteni, de én azért azt hallom ilyen magángazdálkodóktól, hogy nem tudnak napszámot se fölfogadni, hogy ha jöjjön már el, mert most ezt meg azt kellene csinálni kinn a kertbe, nem megy el. Nincs munkája, de nem megy el. Tehát azért ez is benne van a munkanélküliségben, hogy egyszerűen nem akar dolgozni. Tehát ezért mondja ki, nem akar dolgozni, ne is egyék. És aztán hát ez egy arra is alkalmas szentírási rész volt, hogy azoknak a monasztikus rendeknek az élet stílusát megszabja. Hogy szó van itt az imádságról és a munkálkodásról. És hát gondoljunk az Európa legősibb katolikus rendjére, a bencés rendre, hát jelszóként kitűzte, hogy imádkozzál és dolgozzál. Tehát a szerzetességnek felszólítása lett, de hát a harmadik fejezet egyes versében pedig az imádságra szólít föl. Egyébként aki nem akar dolgozni, nem is egyék, ne is egyék, azért sokan kihasználták. Tehát olyanok is, akik nem voltak istenhívők, vagy nem voltak vallásos emberek, nagyon szerették ezt a közmondást innét idézni, de nem úgy, hogy nem akar dolgozni. Aki nem dolgozik, az ne is egyék, ugye? Ezt mondták. Most hát Szent Pál apostol itt beszél a végső időről, a parúziáról, amit ebből a szentírási könyvből teljes egészében nem tudunk összeszedni. De a szentírás más helyeiről azok a jelek, amiket úgy hagyományosan a világvég elkövetkezéséhez hozzákapcsolunk, azok már megvannak. Most ugye azt kell mondani, hogy Jézus Krisztus eljövetelével így mondta ő magáról, hogy beteljesedett az idő. Eljött a világtörténelem és az üdvösség történelemnek az utolsó korszaka, hogy nekünk már újra nem kell számítani, nem kell várni, mert elkezdődött. És hát Jézus Krisztus ezt elhozta nekünk, hogy ez most
Meddig tart ez a világ vége, azt senki se tudja, de hogy egyszer vége lesz a világnak, az biztos. És ilyenkor, amikor erről szól a Szentírás, a világ végéről, de a más könyveket is, ha figyeljük, összecsúsznak az idősíkok. Mert sokszor hozzákötik egy Jeruzsálem pusztulásához, egy nagy természeti katasztrófához, és ugyanakkor áttérnek a világ végére. Ez ugye nagyon divatossá vált a múlt század elejé filozófiába és irodalomba. Egy a filozófikus megfogalmazója Bergson volt, a irodalmi, az pedig gondolok itt egy Marcel Proustra, az eltűnt idő nyomába, vagy egy magyar Kródi Gyurára, aki amikor elmeséli egy történetet, hát ha nem is olvasta valaki a könyveit, de akár csak egy Szimbád filmet lát, hogy csapong az idő. Egyszer ott van a fiatal korába, egyszer ott van éppen annál az eseménynél, amit az író megélt, akkor megint visszatért. Hát nem lehet pontosan tudni, hogy most melyik korról is szól ez, mert a emlékezésébe egyszerre ott van a évekkel ezelőtti, meg a tegnap előtt. Hát ez egy ilyen irodalmi stílus, és hát ezt a Biblia is szokta használni, amikor a jövőről szól, hogy Jézus látja Jeruzsálem templomát, megjövendeli a nem sokára bekövetkező pusztulását, mert valóban a római seregek elpusztították, és ugyanakkor a szeme előtt megmutatkozik a világ vége. És akkor ezeket a szempontokat a teológia az összeszedte a világ végével kapcsolatosan. Hát mire gondolunk? Hát ugye még először azt tisztázni kell, hogy ugye van az egyéni világ vége, és van a emberiség világ végéje, vagy a kozmosznak a világ végéje. Mindegyik véget fog valamikor érni. Nekünk embereknek a világ vége akkor lesz itt a Földön, amikor meghalunk. Tehát az adventi életformának éppen ezért nagy fontossága van. Tehát az emberiség biztos, hogy sokkal-sokkal tovább fog élni, mint mi, de egyszer annak is vége lesz, és egyszer vége lesz a kozmosznak, és a világ egyetemnek is. És hát ilyeneket mondanak az evangéliumok, illetve az apostolok, hogy az evangéliumot fogják hirdetni az egész világon. Jézus utolsó parancsa, hogy menjenek el az egész világra, és hirdessék az evangéliumot. Ha nem hirdették volna az evangéliumot nem minden népnek, akkor némelyik nép éppen ebből a nagy kincsből maradt volna ki, hogy megtudja Jézus tanításának a lényegét, illetve azt, hogy mi az emberi élet célja, és az Isten mit tűzött ki eléje. Na már most erre sok idő kell, mert hát a világ népessége szaporodik, mindenkivel újra kell kezdeni, de lehetne azt mondani, hogy szellemi tényezővé válik a világban az evangélium. És a technikai civilizáció minden lehúzó dolga mellett, mert bizony sok kárt is tud okozni az embernek, főként a gyerekeknek, nagy jó is lehet, amikor jóra használjuk. Hát használjuk például arra, hogy hirdetjük az evangéliumot. Van egy dunántúli pap, valamikor növendékén volt, hogy mindig hajnalba, biztos gépesítve van már neki, az aznapi szentírásból kivesz egy mondatot és hozzáfűz egy pár üdvös gondolatot. És aki bejelentkezik, ugye a mobilon, okostelefonon, de még nem is kell annyira okosnak lenni, hajnal fél kettő tájékán megjelenik neki az e-mail, és akkor ott van, hogy én vagyok az út, igazság és az élet, és akkor hozzá van fűzve egy pár gondolatot az aznapi evangéliumból. Hát ez végül is egy csoda, ugye? Tehát így is, de hát sok minden más módon. A internetnek százféle formája van már, és hát vannak, akik valóban arra használják, hogy úgyis evangelizálnak, vagy
eljutni a misszionáriusnak sokkal könnyebb, mint valamikor. Hát ugye még itt emlékszünk a nagyon idős nővére, a Lindvina nővére, 105 évet élt. Ő elmondta, amikor megkapta Olaszországba az alapkiképzést, fél év volt, még eljutott Kínába a hajón. Nem, csúra nem kapott tengeri betegséget. Ugye? Tehát fél évig ment odáig a hajón. Most misszionáris felül Budapesten, egy átszállása 5 óra múlva ott van a világ másik pontján. Tehát ez is egy lehetősége az evangélium hirdetésnek, és hogy szellemi tényező lesz a világban. És ha valaki akarja, akkor hozzáférhet. Tehát még egy hermetikusan elzárt birodalomba is, mit tudom én, ahol a vallási dolgokat kiiktatják, ott is most már interneten, mobilon, mindenen keresztül már úgy is lehet hirdetni az evangéliumot. Tehát ez is egy föltétel lesz, hogy az evangéliumot hirdessék. Akkor ez érdekes, hogy a római levélben azt írja Szent Pál apostol, hogy hát majd Izrael is elfogadja Jézus Krisztusnak a létét. Hát ez egy érdekes, hogy maga a zsidó nép is, ahogy így nézzük a történetét, hogy hát ez is maga egy ilyen csoda, hogy hát nagy birodalmak megszűnnek, megvannak, üldözik őket. És mindig van a zsidó népből olyan ember, aki keresztényé lesz, vagy talán már keresztény is, hát nem beszélve az első apostolokról, de később is. És hát én jártam a Szentföldön, ott van egy olyan ága már a zsidóságnak, amelyik azt mondja, hogy hát ő már elfogadja Jézust, mint Mesiást, de ő azt mondja, hogy mikor mi azt mondjuk, hogy a második eljövetele van Jézusnak, vagyis a világ beír hozzá, ő hozzájuk akkor jön el elsőre. Tehát, hogy összeesik majd a két eljövetel, hogy Jézus eljön, vagy mi érünk el hozzá, jobban mondva, így is lehetne mondani, akkor a zsidóság is fölfedezi. Tehát mindig voltak a 20. században is olyanok, akik nem azért, mert tudom én, a zsidó törvények alól mentesülni akartak, és hát szereztek mindenféle keresztleveleket, hogy keresztényként élhessenek, hanem attól függetlenül is, és hát voltak olyanok, érdekes módon, hogy a második világháború üldöztetéseiben, amikor már élet-halál is volt esetleg a sorsuk, azért nem keresztelkedtek meg, mert nehogy úgy tűnjön, hogy a megkeresztelkedésük az egy menekülés. Hogy most így akarják menteni az életüket. Voltak olyan zsidók, hogy véget ért a háború, és Franz Werfel is, ugye azt mondta, azért nem keresztelkedem meg, mert azt hiszik, hogy félelemből keresztelkedek. Különben gyönyörű könyvet írt a Lourdesről és a Bernadettről is, hogy hát ő lélekben már keresztény volt. Tehát ezért nem akart ezt megtenni, ugye? Tehát vagy ugye, hogy egy Radnóti Miklós, aki hát arra várt, hogy letegye az összes vizsgáját, és azt mondta, amikor már nem mentette őt, az, hogy keresztény, Sík Sándort hívta meg, hogy ő azért várt erre a pillanatra, mert a professzorát nem akarta befolyásolni azzal, hogy hát ő megkeresztelkedik, hogy jobb jegyeket kapjon. Igen, mert hát ő tanította Sík Sándor. Tehát ilyen is volt a zsidóságban, és hogy ezt is mondja a Szentírás, hogy jelentősen sokkal lesznek olyanok, akik Jézust elfogadják Mesiásnak. Tudnék, hát a választott nép azért nem veszhet el, hiszen akkor Isten a teremtést, a kiválasztást fölöslegesen tette volna. A gonoszság titka működik, az elpártolás is. És hát ugye itt a gonoszság emberről is beszél. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nap mint nap találkozunk a gonoszságnak ilyen félelmetesen nagy formáival, hogy nem lehet
megmagyarázni igazában ésszel. Úgy sem, hogy azt mondjuk, hogy hát ezt mi magyarázatul adjuk, hogy hát a gonoszság azért létezhet, mert az Isten szabad akaratot adott nekünk, hogyha csak jót tudnánk tenni, akkor egyszerűen programozott robotok lennénk. Ahhoz, hogy szabad akaratulag jót tegyünk, ahhoz szabad akaratulag gonoszat is szabad legyen tennünk. Ugye? A gonoszság titka működik, de hát olyan fokú gonoszságokkal találkozunk nap mint nap, hogy szinte hitünket próbára tevő események ezek. És ezek valóban már itt vannak, és beszél aztán a Szentírását a bűn emberének a megjelenéséről, amit hát hagyományosan így mondtak, hogy az Antikrisztus. Tehát mindannak az ellentéte, amit Krisztus hozott a világba. És találgattak minden a kereszték, már Nérót is azonosították vele, hogy biztos ez az Antikrisztus. Aztán utána Dioklecianust, és mindig volt valami nagy gonosz ember, vallásüldöző, akire úgy ráfogta a kor, hogy az Antikrisztus. Hát biztos, hogy olyanok voltak, akiket nem lehet emberésszel megérteni. Aztán mondták Hitlerre, Stalinra, hogy ők az Antikrisztusok, ugye? Tehát, hogy a gonoszság embere megjelenik, hát ez is egy félelmetes dolog, hogy mindig vannak ilyen megáltalkodott, megszállott emberek, és mivel sok emberek kell, hogy hassanak, ezért nem közönséges, hétköznapi vagy egy a sokból emberek, hanem valami kiemelkedő vezetői szerepet is betölt emberek, mert különben egy ember nem tudna akkora kárt tenni a világba, mint egy diktátor. És hát ugye az a 20. század, ami ismét csak mindenre példát tud nekünk mutatni, azt is elénk tárja, hogy milliók, ezek haltak meg, sokszor egy embernek a gonoszsága folytán. Tehát aztán próbálják feldolgozni ilyen történetírók Stalinnak, Hitlernek, többieknek is az életét, de azért végén is mindig rejtély marad. Tehát azért marad rejtély, mert hát egyrészt hatalmas tömegeket, legalábbis az elejébe, őszintén ilyen elragadtatásra kényszerítette ez az ember. Hát ugye Hitlernek is óriási ilyen újongó tábora volt. Az osztrákok már nem olyan szeretik fölidézni, de hát Bécsbe hát úgy újongtak, mikor bement Hitler. Nem különben Stalinnak is. És mikor meghalt, még akkor is hatalmas tövegek mentek, akkor sírtak, meg minden a elvesztésekor voltak olyanok, akik teljesen azt hitték, hogy vége van a világnak, mert hát meghalt a nagy vezér, a nagy generalissimus, de ugyanakkor lehet, hogy a családtagjaikat börtönbe juttatta és megölte. Mert voltak ilyenekre példák, hogy ott tapsoltak ezeknek, és közben a saját családtagjaikat is, hát esetleg ki is végezte. Hát ez is egy titok, ugye? Hogy ennyire hat, megbűvöl egy ember másokat. Még van a Benedek pápa könyvében olvastam annó, hogy a Stalingrádi csata után a német tábornokok már tisztában voltak a helyzettel. Akkor már józanul fölmérték, hogy ebből győztesen kikerülni nem lehet. Számtalanszor mentek, na, bemennek a Führerhez, hát elvették tőlük a fegyvereket, nehogy ott valaki merényletét kövessen el. Úgy mentek be, hogy na, most mi majd megmagyarázzuk nélkül, hogy elveszítettük. Szóval úgy jöttek ki, hogy megparancsolta nekik, és elfogadták, hogy tovább kell harcolni. Szóval hihetetlen volt, hogy szinte ilyen ördögi erő, hogy Stalinhoz még bár sem lehetett menni, mert avval nem lehetett győzködni, mert az abban a pillanatban lenyakaszta az illetőket. Tehát ő csinálta azt, hogy halálát imitáltatta, szólt a gyászzene, megfigyeltette, hogy kikörülnek a halálának, akkor kivégeztette azokat.
akkor rögtön nem halt meg. Összeszedték azokat, akik örültek a halálának, az kivégezte. De, tehát, és annak is milliók örjöntek. Szerintem megmagyarázhatatlan, és azt mondja, az Antikrisztusnak a megjelenése. Azért mondja, hogy Krisztus, mert a Krisztus nagy hatással volt a tömegekre. Ezek is nagy hatással voltak, csak ellenkező előjelle. Hát ilyeneket is mond a Szentírás, hogy Hénok és Illés megjelenése a Jelenések könyvében. Hát ugye, ők elragadtattak, Hénok és Illés, hogy megjelennek, de itt, ha mélyre nézünk a Szentírási könyv szimbolikus jelentésének, akkor azt kell látnunk, hogy mindig két tanú kellett az igazoláshoz. Ha most is két tanú kell, tehát ha valaki egy elismervényt vagy megbízó levelet ad valakinek, két tanú alá kell íratni. És ez az antik világból származik. És ez a két tanú, Hénok és Illés, hogy visszatérnek, ezek mint egy mennyei megdicsőült emberként visszatérve fogják igazolni, hogy Jézus Krisztus kicsoda. De utána a keresztény egyház átveszi, és azt mondja, hogy ez a két tanú az összes tanút jelenti. A vértanunkat jelenti. A vértanunkat, ugye? Ebben a szóban több összetétel van. Csak mi egy szóval mondjuk ki. Először is benne van a tan. Hogy, mit tudom én, valakinek a gondolatait átveszük, a tanait. Jézusnak a tanítását átveszi a Szentírás, és odaadjuk. De a tan önmagában kevés, mert oda lehetne adni minden embernek önmagában a Szentírást, egyébként vasárnap Szentírás vasárnapja lesz, még mindig nem átütő erő, ha nem kíséri az Isten kegyelme. Ha ő nem azzal lélekkel forgatja, hogy na majd ebből üdvös gondolatokat kap, hanem hát csak úgy kezébe veszi, azt le is teszi. A tan utáljon a tanú. A tannak életet ad a tanú. Hogy ő úgy él, és azt meg is vallja. De a pecsétet rá a vértanú üti. Aki annyira hisz, annyira meggyőződéses, annyira tanúságtevő, ha kell, meg is hal érte. És ez a vértanú. És ahogy az Illés és Hénok visszajött, hogy a visszajön, ahogy így mondja, hogy tanúskodjék, minden vértanú valamiképpen tanúskodik Jézus Krisztusról. Minden vértanú. És az idők múlásával a vértanúk száma csak nő. Mert így mondják, hogy talán a 20. században 6 millió ember is volt, akit kimondottan a hitéért őriztek, vagy öltek meg. Hát ez már sokszorosan két tanú. Ugye, ha már két tanú elég az igazoláshoz, akkor a évszázadoknak a vértanúi, azok mennyire igazolnak, hogy ők azt komolyan hitték, és azon mellett kiálltak. Hát ilyen volt például, hogy most a Szent Atya albániai útján, hogy ahogy ment befelé a reptértől, ki voltak téve azok az emberek, akiket megöltek. És hát olyanok is, akik hosszú börtön éveket viseltek el. Most az idő múlásával a vértanúk száma nő, és a vértanúk is jelzik azt, hogy egyszer beteljesedik az üdvösségnek a története. És hát ez is egy jel akar az ember számára lenni. Aztán az ember fia jele az égen. Azt mondja az Úr Jézus, hogy majd látni fogjátok az ember fia jelét. Hát a felhőkön az egyes egyház atyák azt mondják, hogy ez lehet, hogy egy ilyen kereszt alak lesz. Ez lesz az ember fia jele. Mert mi az, ami legjobban köthető Jézus Krisztus személyéhez, mint szimbólum? Hát a kereszt. És hogy az ő jele ott fog megjelenni, a felhőkön.
És ez valamiképpen azt is mutatja, hogy a világnak a kozmosza, az egész berendezkedése is jelöz valamit is, változásnak van alávetve. Azt mondja Szent Pál, hogy a világ vajúdik, még új ég és új föld nem lesz. Most napjainkban van a klímaváltozásról szóló konferencia a nyugati világban, New Yorkban is, vagy máshogy is, mert való igaz, hogy ez most már nem mese. Hát ezt érezzük. Hát ugye abszolút kiszámíthatatlan ez a méretetlen sok csapadék egyszer, a másra az irdatlan meleg, a szárazság, az ózonpajzs kilukadása. Ez nem riogatás, ez valóság. Valóság, hogy a világ így fölfordult. Már világrendje is kiszámíthatatlanná lett. Mondják a meteorológus, hogy két héten túlra nem lehet megmondani semmit. Nemhogy évekre, mint régebben merészkedtek ilyen jóslásokra, nem lehet. Szóval ezek is jelek, hogy a világ egyre nehezebben lesz élhetővé. Mert ugyanakkor hiába erősködünk ilyen kisebb államok, hogy na hát akkor mindenki vigyázzon a széngáz termelésre, meg az éghajlatra, amik mértéktartó legyen. Hát pontosan azok, akik legtöbbet szennyeznek, vagy legtöbb kárt tesznek, nagyhatalmak, azok nem tesznek ennek eleget. És hát való igaz, hogy az éghajlati változás következtében új meg új betegségek vannak, tehát ez is elgondolkodtathatja az embert, hogy nem föltétlen holnap, de hát ez így megy tovább, akkor bizony meg van számolva a világ élete, mert a kozmosznak is egyszer vége lesz az egész világegyetemnek, és hát ezek is bennünket figyelmeztetnek, hogy vigyázzunk, és erre készüljünk, hogy az életünknek egyszer csak vége lesz. És az számunkra a világ vége, ami, ha így vesszük, szolgálhat a hit elmélyítésére, a készenlét, az állathatosság növelésére, és hogy ne a félelemre, hanem a szeretetre ösztönözzön. Régi sokszorosan elmondott példázata Gonzága Szent Talajos, amikor biliárdozott, és akkor mondja egyik társa neki, hogy hát mit csinálná, fél óra múlva meghalná. Hát egyik azt mondta, azt gondolta, hogy na még jó, na másik meg, rendbe teszem ezt és ezeket a dolgaimat. És a Gonzága Szent Talajos azt mondta, hogy játszanék tovább. Tehát a készenlét erre, hogy ne félelem, hanem a készenlét legyen a jellemző lelki állapotunk. Ez mind kiolvasható a második tesszaloniki levélből, ami a holtak sorsára akar választ adni a tesszaloniki híveknek, hogy amikor eljön az Úr, ha még a mi életünkbe jönne el, akkor mi ugyanazt kapjuk, mint akik előttünk elhunytak, mert ha az Úrban hunytak el, akkor odaát üdvözültek, és majd megkapják a teljes megdicsőlést, a Krisztusba való öltözöttséget, ezt így is mondja a teológia. Aztán ez a levél befejeződik egy végső üdvözlettel, amit jó lehet az akkori tesszaloniki híveknek írt Szent Pál evangélista, de itt a harmadik fejezet 13-as versétől fölolvasva azt tudjuk mondani, hogy ez ránk is vonatkozhat. Sőt, nekünk szól, mert a Szentírás az a könyv, ami mindig új és mindig nekünk szóló. Ti pedig testvérek, ne unjatok bele a jó tettekbe. Milyen nehéz. Hogy bele lehet unni a jó tettekbe? Egy ószövetségi ember, egy prédikátor a mai nap olvasmányában épp azt mondja, minden fáraszt. Egy öreg ember, a prédikátor, Salamonnal azonosították,
de nem valószínű az, de mivel bölcs ember volt, ezért mondták, hogy Salomon, azt mondja, minden fáraszt. És ez hány embernek az életérzése? Beleununk, nem érdemes jónak lenni, a racionális ezt mondatja az emberre, annyi sok rosszaság, érdemes jót tenni, hát annyi sok gonoszság van. És azt mondja, hogy ne unjatok bele a jó tettekbe. Ha valaki nem engedelmeskednék a levélben adott tanításnak, azt jegyezzétek meg és kerüljétek a társaságát, hogy észre téljen. De az, hogy észre téljen. Tehát ne az, hogy végleg, hanem kapjon már észbe, hogy azért nem tartozol most közénk, mert egész más utat értél. De ne bánjatok vele úgy, mint ellenséggel, hanem fedjétek meg, mint testvéreteket. Mennyire bölcs. Nem a piacra mennek ki, nem ott beszélik, hogy ez ilyen, meg olyan. Megmondják, mint testvérek, ide figyelj, változtass ezen, vagy csináld így, ugye? Ez mindig a keresztény intés és keresztény magatartásmód, hogy érezze az illető, hogy nem érted, vagy nem ellened, hanem érted vagyok. És utána az, hogy a békesség Ura adjon nektek mindig és minden körülmények között békét. Az Úr legyen mindnyájatokkal. Minden körülmények között békét. Hát ugye, amikor háború van, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy minden körülmények között béké vagyunk. Ha körülöttünk vannak mindenféle indulatok, meg olyan világot élünk, hogy sok támadás ér bennünket, akkor nagyon nehéz, mert még bennünk ennek ellenére béke van. És éppen ezt kívánja Szent Pál apostol, hogy akkor is őrizzük meg a lelki békénket. Loyolai Szent Ignácot kérdezték, hogy mit csinálna, ha feloszlatnák a rendjét. Hát fél órai imádság után visszanyerném a lelki békémet. Éppen ma ünnepli a jezsuita rend, hogy feloszlatásuk után visszaállította őket a pápa 200 éve. A jezsuita rendet feloszlatták, olyan ármányok voltak ellenük. Feloszlatták az egyik generálist, az angyalvárba őrizték. De az igazsága mindig győzedelmeskedik. Nem mindig akkor, de utólag biztos. És ugye 1814-ben, szeptemberében visszaállították őket. Ugye, sok ármány után, spanyol király, meg mindenki ármánykodott ellenük. És azt mondja a Szent Ignác, feloszlatnák a rendemet, fél óra imádság után visszanyerném a lelki békémet. Hát ez is egy isteni kegyelem. A köszöntés saját kezemmel írom, Pál, minden levelemben ez a jel, ez a kézírásom. Tehát itt azért a Tesszalonikai levélben van azért egy nagy bizonyíték, hogy ez tőle származik. És akkor utána ez az általános köszöntés, amit a misék bevezetőiben szoktunk mondani, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Ezt kívánja Szent Pál apostol a végén. És hát a kegyelem az nem egy ilyen elektromos áramütés az emberben, hanem a Jézus Krisztus életében való részesedés, méghozzá a föltámadottéban. És hogyha ő ad nekünk a föltámadott életének a kegyelméből, akkor azért sok minden meg tud oldódni az életünkbe. És ugye ezt kívánja Szent Pál apostol a tesszalonikaiaknak, de miután ez a levél episztola, azaz nyilvánosságra szánt levél, ezért most éppen nekünk szól. Azt kívánja Szent Pál apostol a régi időkből, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájukkal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!